Köszöntöm a kedves tévénézőket! Ez alkalommal is két történettel készültünk önöknek. A vívás minden bizonnyal a legelegánsabb sportágak közé tartozik. Sajnos itthon igen kevés fiatalt vonz a pást világa, annak ellenére, hogy remek sportolók kitűnő eredményeket értek el. A marosvásárhelyi Szabó Zoltán vívóedző évek óta azon dolgozik, hogy ezt a sportágat megszerettesse a fiatalokkal. Úgy tűnik sikerrel, hiszen olyan tehetséges vívók kerülnek ki a keze alól, mint Slé Zsuzsa, ötszörös országos bajnok, aki az európai, valamint világbajnokságon is remek eredményeket ért el. A sport szépségéről, a tanár-diák kapcsolat fontosságáról, a jövőbeli tervekről kérdeztük a párost. Szabó Zoltán vívóedző a legjobbaktól tanulhatta a sportág rejtelmeit, majd miután az élete részévé vált, úgy döntött, tudása legjavát átadja a következő generációnak is. Ez úgy kezdődött, hogy elmentem focizni, és azt mondták, hogy most nem sikerült, gyere jövőbe. És akkor az egyik szomszéd kislány járt vívni, és megkérdeztem tőle, hogy mikor vannak az edzések, hol. Elmondta, feljöttem, megkérdeztem, és első, mikor feljöttem, megkérdeztem, Zsófi néni, Orbán Zsófi nénivel kezdtem, azt mondta, gyere, szaladjunk egy nagy kört, hú, itt körbe a kockaköven végig szaladtunk, gondoltam, na ez minden edzés ilyen kemény lesz, de aztán utána már a gyerekekkel jöttünk, és Zsófi néni után Blóz István lett, és az utolsó és egyben a mentorom is az Pongrácz Matyi volt, akit úgy emberileg, mint szakmailag nagyon sokat tanultam. Édesanyja példáját követve Slé Zsuzsa beleszeretett a vívásba, ami azóta életének állandó összetevőjévé vált. Az elmúlt 11 évben nem volt olyan időszak az életében, amikor ne készült volna valamilyen megmérettetésre. 6 éves koromban kezdtem el vívni, és azért, mert a barátaim is oda jártak, és anyukám is vívott, mikor kisebb volt. És tulajdonképpen nem azért mentem kifejezetten a vívás miatt, csak mert hogy szórakozzak. Mert olyankor még nem nagyon ott az alapoknál, nem számít sokat, és főleg mikor olyan kicsi a gyerek, akkor még nem tudja megérteni ezeket a dolgokat igazán. Az érdekes volt, hogy a barátaimmal jöttem ide, de végül mindegyik, aki akkoriban volt, ez így abba hagyta, csak így én maradtam meg. És ilyen nehéz volt, mert voltak ilyen időszakok, amikor nem egyeztem jól itt a többiekkel annyira, de szerencsére ez így megoldódott, és igazából az a jó ebben az egészben, hogy nem azért csináltam, hogy valamit elérjek, hanem azért, hogy jól érezzem magam, és ez igazából most is így van. A vívás egy különleges sportág, ahol testben és lélekben, fizikailag és mentálisan is összhangban kell lenni. Emellett kiváló személyiségfejlesztő, koncentrációfokozó, életre nevelő mozgásforma. Egyéni sportág, egyedül kell felállja a pásra és megküzdje az ellenféle. Tehát nincs segítség, nincs... Tehát te vagy egyedül a páston, aki meg kell oldjad a különböző helyzeteket. Ott tulajdonképpen egyszerre több mindenre kell koncentrálni, mert a legtöbb dolog az fejben dől el tulajdonképpen. És nagyon sokat kell gondolkozni, az a lényeg, hogy kigondoljuk, hogy mit csináljunk, mikor mit, és hogy jó időben. Azért a fizikai erőnlét is fontos, de az érzés, azt nem tudom, hogy írjam le tulajdonképpen, mert ez a ruha is nagyon vastag, meleg, meg minden, de jó érzés, tényleg érdekes, felszabadító, hogyha már egy olyan szinten vagy, hogy érted, hogy mit csinálsz. Sokan megkérdik, hogy milyen adottság kell, tehát egy alacsonyabb vívó az sokkal gyorsabb, tehát más adottságai vannak, teljesen másképpen kell felépíteni azt a sportolót, mint egy magas sportolót, aki teljesen megint másképp áll hozzá az egész asszónak. A legtöbb dolog a fejben dől el, azért mert nagyon sok akció van, amit lehet, sok támadás, védekezés, mindenféle van, amit lehet csinálni, és ezeket mind lehet kombinálni, szóval ezért nehéz tulajdonképpen. Meddig megtanuljuk ezeket a mozgásokat, és gyakorlatban, meg aztán végül az asszóba is beépítjük őket. Ez egy hosszas folyamat. Mind a sakkozók is itt is fejben sokat kell hirtelen és jól dönteni. Sokkal jobban kezelem az ilyen stressz helyzeteket, mivel vívásban rengeteg ilyen van. Tényleg ilyen, hogy egyenlő és egy ponton múlik nagyon sok minden, és akkor
így jobban bírom. Tényleg, mit tudom én például, mikor egy dolgozatot írok, vagy valami vizsga van, akkor sokkal jobban tudom kezelni, hogy nem stresszelek, nyugodt vagyok, és minden rendben van. Zoli nagyon szeret tanítani. Vallja, hogy egy jó tanár-diák kapcsolat lényege a tiszteleten, ugyanakkor a közvetlen, baráti viszonyban rejlik. De hangsúlyozza, hogy a kitartó, olykor szigorú, következetes munka nélkül nem lehet sikereket elérni. Láttam, hogy szerettem és szerettek foglalkozni a gyerekekkel. Itt nem csak saját magamra kellett odafigyeljek, hanem itt a gyerekekre sokkal nagyobb a felelősség, és más. Szerintem szebb. Szebb. Ez a része szebb. Nehezebb, sokkal nehezebb, de szebb. Zsuzsi is tehát fokozatosan fejlődött, amíg gyerek volt, elmentünk a versenyre, és mindig azt mondta, hú, ezekkel a nagyokkal is kell vívjak. Persze nagyok olyan értelemben, hogy sokkal magasabbak voltak, mint ő. És mondtam, hogy igen. És most megkérdeztem tőle, hogy Zsuzsi, hogy alacsonyabbak, nem gond, hogy nem. Egyből rávágta, hogy nem gond most az alacsonyakkal vívni. De Zsuzsi óriásit fejlődött, és még fejlődik. Tehát nekem Zsuzsiba azt tetszik, hogy ő konstans. Tehát ha bármilyen versenyre elmegyünk, ott van az első nyolcba. Nem föltétlenül az, aki minden versenyt most megnyer, vagy, de mindig ott van. Elmentünk az Európa-bajnokságra, ott 7. lett, elmentünk a világbajnokságra, ott 6. lett. És megnéztem, hogy az első 8-ba, tehát ugyanazok a, tehát mondjuk a VB-n ott még többen, mert jöttek Európáról kívül is versenyzők, egy lány se volt az első 8-ba, aki az Európa-bajnokságon volt. Mikor ilyen országos szintű verseny van, akkor általában itthon szoktam felkészülni a többiekkel, és annyi, hogy többet edzek, mint úgy általában. Viszont mikor ilyen nagyobb verseny van, akkor edzőtáborok szoktak lenni lent Bukarestben, vagy valahol a hegyekben, és azok már sokkal nehezebbek, mert napi 2 edzés van, csak azzal foglalkozunk. Sokan is vannak, van ellenfél, úgyhogy az sokkal nehezebb, de sokkal jobban fel is készít. Válogatott szintű edzőtáborok vannak, külföldre szoktunk járni edzőtáborokba, sokkal több a verseny. Tehát úgy kell elképzelni, hogy szeptemberben elkezdődik a szezon, és effektív április végéig majdnem minden héten, ha nem minden második héten verseny van. A versenyidőszak igen megterhelő lehet egy fiatal sportoló számára, hiszen az iskola mellett kevés idő marad a barátokra, a szórakozásra. Zsuzsi is érzi, hogy mennyi kompromisszummal, lemondással jár mostani élete, de cseppet sem bánja, hiszen az eredmények nem maradtak el. Eléggé sok időt elvesz, hogy vannak az évnek bizonyos időszakai, amikor tényleg abszolút nincsen időm barátokkal találkozni. Nem is vagyok itthon, ebben a fél évben suliban hiányoztam 2 hónapot, így egy húzamban. Úgyhogy nehéz, és tényleg sok lemondással jár. De megéri. Az Európa-bajnokságra 3 hetet intenzíven készültünk. 1 hetet voltunk az Európa-bajnokságon. Hazajöttünk, ültünk itthon 1 hetet, megint elmentünk 3 hetet, készültünk a VB-re, és akkor jött a VB. Most, ami a legjobb volt, ez az utolsó eredményem, a 6. hely a világbajnokságon. Az olyan volt tulajdonképpen, hogy csak így vívtam, és így előbbre jutottam, és előbbre, és így még mindig bent voltam, és így nehéz volt felfogni, hogy tulajdonképpen ott vagyok. De az országos szintű versenyek is jók tulajdonképpen, de az, hogy az itthoni versenyek nem annyira nehezek, mert itt Romániában olyan sok ellenfél nincsen, nem olyan elterjedt ez a sportág, és akkor kevesen vagyunk. Zoli számára nagy elégtételt jelent ilyen diákokat tanítani, mint Zsuzsi, aki odaadással, kellő komolysággal űzi ezt az elegáns sportágat. A sok munkán, fáradtságos órán túl pedig ott vannak a sikerek, amelyek annyi örömet tudnak szerezni mindkettőjük számára. Ez egy feedback lényegében, amit visszakapsz, hogy tehát tényleg az, amit elgondoltál és kiterveztél, az most megvalósult, és büszke vagy, hogy a tanítványodnak sikerült jó eredményeket elérni. Tervem az nem szokott lenni soha előre, mert nem szeretem tervezni ezeket a dolgokat, hogy mi hogy jön, csak hagyom, hogy történjen úgy, ahogy történnie kell,
Mindig így egy évre, hogy megpróbálok minél többet megtenni. Ne szeretem ennél legjobban itt feljönni egyet is így a többiekkel, most minden nagyon jól van, és sokszor van olyan is, hogy nem tud jönni az edző mondjuk, és akkor mi felmegyünk csak úgy így együtt, és úgy vívunk egyet, meg ilyesmi, szóval nagyon jó most. Most az első cél az Zsuzsi. Tehát a legtöbb energiát és erőfeszítést azt Zsuzsira fordítom, mert hát most nem akarom véka alá rejteni, de az az álmunk, hogy egy olimpiára kijussunk. Belegondoltam már, hogy milyen lehet ott fent állni, így a dobogó első fokán, meg ilyesmik, de hogyha dolgozom, akkor majd eljutok én is egyszer oda, mert most már tényleg annyiszor voltam a közelében, úgyhogy az első 8-ban menünk, és pont a dobogóért veszítek, de majd egyszer, hogyha türelmes vagyok, még tovább dolgozom, akkor nyilván majd remélhetőleg elérem én is azt. Albert Orsolya a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulatának színművésze, egy ideje főállású édesanya. Mindemellett másfél éve egy remek projekttel rukkolt elő, amely a Piros Pont produkció nevet kapta. Az általa szervezett programok közösségformáló, nevelő, szórakoztató célzatúak. Ezek közül a legnépszerűbb kezdeményezés a diafilmvetítés, amely igazi szenzációnak számít a gyermekek körében. A projekt megálmodóját színházi hitvallásáról, az anyaság rejtelmeiről, a rendezvényszervezés kihívásairól faggattuk. Albert Orsolya Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen végezte tanulmányait. Elmondása szerint már gyermekként is szeretett a középpontban lenni. Akkor, amikor még nem is sejtette, milyen fontos szerepek várnak rá. Bár én nem emlékszem ezekre, de a szüleim sokszor elmesélték, hogy már 3 évesen ott álltam az ajtó előtt, mindenkit leültettem és mondtam, hogy nézzék meg, ahogy eléneklek valamit, vagy elmondok egy verset, és akkor utána mondtam, felszólítottam mindenkit, hogy tapsoljatok le. Aztán a tanítónénimmel volt nagy szerencsém, mert ő vezetett be a versek világába. Nagyon megszerettem a verseket és az irodalmat, ezért a rengeteg versmondó versenyen vettem részt, és azt hiszem, hogy innen indult el aztán komolyabban az, hogy engem érdekel ez a színház, a színészet, a mindenféle ezzel kapcsolatos dolog. Az én hitvallásom igazából azt hiszem, hogy az, hogy mindig megélni azt ott, ami akkor épp történik velem és azzal az emberrel, akivel épp kapcsolatban vagyok a színpadon. És abban a pillanatban, hogyha ráérzünk egymásra, akkor szerintem az az igazi színházi csoda, ami megtörténhet egy előadás alatt akár. Meg én is azt gondolom, hogy próbálok nyitottan állni a dolgok a színházi világ felé, és amíg Budapesten éltünk is, minél több színházba szerettem volna eljutni, és hál' Istennek sikerült is, hogy minél több irányzatot, minél több alkotót láthassak és találkozhassak ezekkel a színházi formákkal, ezekkel a világokkal. Orsi 3 évet élt párjával Budapesten. Ez idő alatt a színház mellett volt idő sok-sok izgalmas dolgot is kipróbálni. Egy idő után azonban úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a nagyváros pezsgését, és családostól visszatérnek szülővárosukba, Székelyudvarhelyre. Mi ilyen magánéleti döntés miatt mentünk, a páromat felvették ott egy egyetemre, és úgy éreztem, hogy akkor nekem menni kell vele, meg egyébként is nagyon kíváncsi voltam arra a világra, és azt gondoltam, hogy egy picit el kell menni ahhoz, hogy utána más értékekkel, más értékrenddel lehessen hazajönni, és végeztem egy ilyen rendezvényszervezés, impresszárió, teatrológia szakot, amiben nem igazán volt tapasztalatom, és azt gondoltam, hogy erre igazán jó közeg egy ilyen nagyváros, mint Budapest, úgyhogy már eleve úgy mentünk ki, hogy én abban szerettem volna egy picit világot látni, tapasztalni, és aztán 3 évet ott ragadtunk, 3 és felet, ott született meg a kislányom, akivel 2 évet ott éltünk, és aztán úgy döntöttünk, hogy hazajövünk, főként amiatt, hogy azt éreztük, hogy itthon vannak a barátaink, itthon vannak a nagymamák, és honvágyunk volt. Jó volt visszajönni, tehát igazából nem éreztem azt, hogy én innen bármennyi időre is elmentem, pedig ugye az egyetemi éveket, ha beleszámolom, akkor bizony egy 8 évet nem voltam itthon, de úgy éreztem, mintha tegnap mentem volna el, és azt éreztem, hogy nagyon nyitottan fogadtak úgy a színházban, mint itthon a város, úgy érzem, hogy megérett arra, hogy új dolgokat is lásson, meg nyitott legyen rá.
Úgyhogy mindenképp jó itt lenni, én szeretem meg, ahogy a családunk is szereti. Orsi nagyon sokat tanult kislányától, Annától. Talán ő ihlette a Piros Pont produkció létrehozásában, amely egyre színesebb és gazdagabb programokkal várja a székelyudvarhelyieket, például diavetítéssel. Én is néha csak így csodálkozom, hogy mi az a plusz, meg az a nagyon sok minden. A férjem nagynénye mondta, mielőtt megszületett a kislányunk, hogy most azt érezzük, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az, amikor ő is az életünk része lesz, és majd meglátjuk, hogy utána meg azt érezzük, hogy létezett élete az előtt, hogy ő volt. És akkor így legyintettünk egy picit, hogy jó, hát ezek ilyen nagy szavak, de tényleg azt éreztük, és ezt meg is beszéltük, hogy annyira más az, hogy ő van, meg tényleg nem tudjuk, hogy milyen volt, hogy mennyire üres volt, pedig biztos akkor más dolgok töltötték ki az életünket, de ez egy tényleg egy nagy csoda, hogy ő így van nekünk, meg nagyon sok mindenre tanít nap, mint nap. És úgy érzem, hogy akár itt színészileg is sokkal másabb dolgokat tudok megélni, amióta ő van. Egyébként nemrég néztem egy interjút Nagy Ervinnel, azon nagyon elcsodálkoztam, és ő azt mondta, hogy nem tudott addig sírni a színpadon, amíg nem született meg a kislánya, és amiután megszületett, azután meg tudta élni ezt az érzést. És mondjuk nem feltétlenül a sírás, de én is sokszor érzem azt, hogy ez valami olyan dolog, amit most sikerül kihoznom magamból, amit mondjuk Annácskának köszönhetek. Nyilván Annácskának elővettük az én régi diavetítőmet, és elkezdtünk esténként meséket olvasni, mert én nagyon hiszek abban, hogy a mesék ezt az érzelmi intelligenciát fejlesztik a gyerekekben, és próbálom neki tényleg minél több mesét olvasni, megmondani, és azt láttuk, hogy nagyon szereti, viszont az a régi diavetítő már nem volt az igazi, és akkor úgy döntöttünk, hogy az Angyalkának levelet írunk, és kérünk egy diafilmvetítőt, egy ilyen újat, és akkor azt is nagyon szerette. Aztán arra gondoltam, hogy akkor miért ne lehetne az, hogy minél több gyerek részesüljön ebben az élményben, és egyszerűen csak kiírtam, hogy akkor én tartok egy ilyen diavetítést, nekem nem kerül semmibe, hogy felolvassam azokat a meséket, és ha ezzel a gyerekeknek örömet okozhatunk, akkor már megérte. És nagyon meglepődtem, hogy mennyire nyitottak voltak az emberek, és olyan volt, hogy ilyen 60-an jelentek meg, hogy tényleg a székeket kellett hordanunk. Meg a szülők is, tehát hogy én eleve úgy terveztem az egészet, hogy a gyerekeket lefoglalom és mesét olvasok, addig ők kint mondjuk megihat a két anyuka egy kávét, és ehhez képest az anyukák, meg apukák, mindenki beült a diafilmvetítésre, úgyhogy azt gondoltam, vagy azt érzem így utólag, hogy egy ilyen jó kis családi nosztalgiázás lett ebből. A diafilmeket meg lehet vásárolni könyves üzletekben, most már abszolút jó minőségű diafilmeket is készítenek, ugyanúgy a diavetítőt is, és én úgy vagyok igazából, hogy abszolút nyitott vagyok arra, hogyha bárhová, mondjuk egy óvoda szeretné, hogy lásson egy, vagy vetítsünk egyet, akkor ha jönnek, akkor szívesen megyek és vetítünk. Az egyébként szerintem az érdekes, vagy így a hozzáadott érték, hogy amíg a mese az ez egy nagyon gyors, egy pillanatok alatt változó világot mutat be nekik, azt látom, hogy a diafilm azzal tud többet adni, hogy így egy picit így bele tudnak csodálkozni, és szoktam is tartani hosszabban a képeket, hogy tudják megnézni, és ugye arról beszélünk, hogy azért is nem jók a rajzfilmek, meg hogy az ő képzeletük induljon be. És azt mondom, hogy a diafilm mondjuk ilyen szempontból is tud adni, hogy meglát egy képet, amihez tartozik szöveg, és olvasom én a mesét, és közben ő a többi képet hozzá tudja csatolni. A diavetítés mellett az udvarhelyiek szívesen részt vesznek egyéb közösségépítő tevékenységekben is. A különböző tematikus előadások mellett nagy népszerűségnek örvendenek a gyermeknapi programok is, és aki ügyes, az mindig piros pontot kap. Nekem ez a másik fő dolog, amit szeretnék, hogy egy ilyen közösségi teret megteremteni, ezt az együttlétet, és erre úgy látom, hogy nagyon nyitottak, tehát hogy
nem csak a diafilm vetítés, hanem most például az április 11-i projektem, amikor a kirakatokba magyar verseket vagy versidézeteket tettem ki az üzlet profiának megfelelően, és erre is azt láttam, hogy ilyen ragyogó szemekkel fogadtak a bolt tulajdonosok, hogy de jó, és nagyon szívesen kitették, tehát egy rossz élményem se volt. Meg a városban is sokan megállítottak, hogy ez milyen jó ötlet volt, és ha csak egy percre bárki megállt és elolvasott egy verset, én úgy gondolom, hogy már ezért megérte. Minden olyan érdekel, ami egy picit újra gondolja a kultúrát, mondjuk, mert azt gondolom, hogy nem lehet ugyanúgy, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, nem olyan kultúrafogyasztó társadalom vagyunk, nem arra van szükségünk, és erre törekszem, hogy egy picit újra gondolni a dolgokat, meg pont Annácska miatt érdekelnek a gyerekek, meg a gyerekkori élmények, és most például erre volt egy jó példa, a június 1-én egy ilyen buborékfújó flashmobot, vagy egy ilyen kis összejövetelt tartottunk, amin megint azt láttam, hogy a gyerekek nagyon élvezték azt, hogy valami, ami róluk szól, amiben bele tudták vetni magukat. Orsi életében a színház, az anyasság és a rendezvényszervezés szépen kiegészítik egymást. Úgy érzi, jó helyen van ahhoz, hogy egyre több tapasztalatot szerezhessen, és ezeket másoknak is átadhassa. Nyilván rengeteg dolgot kipróbálnék még, de én most úgy érzem, hogy így jól vagyok, tehát hogy vannak terveim, vannak ötleteim, azt gondolom, hogy így mindenféle képpen jó irányt vett az életem, tehát úton vagyok valamerre, amerre én azt gondolom, hogy nekem menni kell, és ez már jó is. Ez az szerintem, ami az embernek megadja a flót. Nekem az nem jó, hogyha nem tud így az agyam pörögni ezeken a dolgokon, hogyha nem tudom ezeket csinálni. Tehát én mondjuk ezt a monotonitást, ezt nehezen viselem, dolgoztam mondjuk ilyen irodai körülmények között is egy picit, de mégis azt éreztem, nagyon sok mindent megoldottam, de úgy éreztem a nap végén, hogy mintha én nem csináltam volna semmit. Ezekben pedig, mikor bele tudom vetni magam, akkor azt érzem sokszor egy ilyen 8 órai próba után is, hogy de jó, mintha nem csináltam volna semmit, vagy valami olyat csináltam, amitől én is több lettem, meg nekem ez nem megterhelő volt, hanem jó érzés, hogy belevetettem magam ezekbe a dolgokba. Mai történetünkben Szabó Zoltán és Lee Zsuzsa mesélt nekünk a vívás művészetéről, majd ezt követően Székelyudvarhelyre látogattunk, ahol megismerkedhettünk a Pirospont produkcióval, Albert Orsolya színművész jóvoltából. Erdélyi történetekkel én jövő héten is várom Önöket, a viszontlátásra!